lesz majd egy ilyen kék csík, amikor elkezdett talán a lövést nyomni. Látod, ahol a kék csík van, minél nagyobb a kék csík, annál nagyobb az esély, hogy be tud lőni, mert abban a sávban lövi el, ahol a kék csík van. Tóth Imre, a Szekszárdi e-sport szakosztály vezetője épp azt mutatja Sebestyén Daniellának, hogy mire kell odafigyelni a játék során. Daniella, aki az e-sport rendezvénysorozat első állomásán dobogós helyezést ért el, most a jégkorong világában próbálta ki magát. A Szekszárdi Sportközpont e-sport szakosztályának a szervezésében immár második alkalommal tették próbára tudásukat a résztvevők. Előzőleg egy kosárlabda sportákhoz kapcsolódó játékon játszhattak és gyűjthettek pontot a versenyzők, most viszont egy jégkorong mérkőzésen kellett a legjobbnak lenniük. Daniella annyit elmondott, hogy mindkét megmérettetés kihívás volt, hiszen otthon teljesen más platformon játszik, mint ami ezeken az e-sport rendezvényeken megtalálható. Hát én igazából PlayStation-en játszok, mint platform. Amikor beállítottam édesanyámmal a KSC meccsre, fogalmam sem volt, hogy Xbox vagy PlayStation lesz. Nagyon reméltem, hogy PlayStation lesz, mert Xbox se kép, se hang, semmit nem tudok róla. Aztán, amikor odaültem, éreztem, hogy azért nem állt annyira távol tőlem, és sikeresnek tudható lett ez a verseny. Igazából ez egy nagyon random dolog volt. Balázzsal összefutottunk, és ő szólt nekem, hogy lesz ilyen verseny, vagy játék lehetőség, hogy itt is kipróbáljuk magunkat, és akkor úgy voltam vele, hogy miért is ne. Én csak NBA-zek, szóval itt az NHL-be nem tudom, hogy fogok játszani, de az is csak PlayStation, és csak az NBA. Az e-sport szakosztály versenysorozatának következő állomásának ezúttal a jégcsarnok adott otthont. Az Üsd be magad elnevezési programon az érdeklődők az NHL 2022 jégkorongjátékot próbálhatták ki, illetve a vállalkozó kedvek versenyezhettek is. Volt pár előnevezőnk, illetve a jégcsarnokot is elég sokan keresték, úgyhogy azért szerintem lesz rá érdeklődés. Ugye a KSC-s rendezvényen egy 40-50 ember vett részt, itt is nagyjából erre a részvételre számítunk. Pontlövő verseny lesz egyébként, tehát az első három helyzetet itt is díjazzuk, majd ingyenes jégkorcsolyázási lehetőséget biztosítunk az egész családnak az első három helyzetnél. Ismert játék, igen, nem nincs belőle igazából világbajnokság vagy Európa-bajnokság, de ezt is lehet online játszani, tehát tudnak az emberek egymás ellen játszani az interneten, úgyhogy azért elég sokan szeretik. Ugye ezek a játékok inkább a kosárlabda is, meg a jéghoki is inkább olyan, ami Amerikában nagyon népszerű, nyilván azért Európában is, meg a világ más részein is, de ott van nagyobb sikerük, úgyhogy mi igazából majd itt a kerékpárra és a küzdősportra várjuk tényleg a több jelentkezőt, mert az Európán belül is sokkal jobban érintett, mint a kosár meg a jéghoki. A tavaly ősszel alakult e-sport szakosztály célkitűzései között szerepel a minél szélesebb körben történő népszerűsítés, tagok bevonása, amit ezekkel a rendezvényekkel, illetve nyári tábor szervezésével igyekeznek elérni. A szakosztály most fejlődőben van, gyakorlatilag már a nyári táborunkat is reklámozzuk, illetve több versenyünknek is már készül a plakátja, úgyhogy lesz több program. Illetve itt ugye még lesz egy harmadik, negyedik állomás is, majd egy küzdősportos, illetve a Gemenc nagydíjnak a bicikliversenyes állomása, az a Béla téren lesz, úgyhogy ez elég izgalmas lesz, főleg a kiépítése a rendszernek, de biztos vagyok benne, hogy például az lesz a leglátogatottabb rendezvényünk, azért mégiscsak a Béla téren lesz. De ahogy mondom, itt is szerintem egy 40-50 ember biztos, hogy itt lesz. A táborunkra is már többen jelentkeztek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy teljesen fejlődőben vagyunk, illetve egy Gamer Sarok nevezetű helyet fogunk itt megnyitni a sportcsarnoknak a területén, ott pedig folyamatosan szakköröket fogunk tartani, ott is már beszerzés alatt vannak az asztalok, székek, a számítógépek ugye már megvannak, Xboxok, illetve a monitorok, úgyhogy már csak be kell lakni majd lassan a helyet. A szakosztály elsősorban a fiatalokat célozza meg, azzal a nem titkolt szándéka, hogy kedvet csináljanak nekik a virtuális sportokon keresztül a valódi sportoláshoz. Nagyon jó volt, mert végigültek nálunk a rendezvényen, és azt láttuk, hogy azért a nagyobb ilyen dudálásoknál, meg hangzavarnál az volt az első, hogy pattantak föl, és akkor nézték meg a meccset, hogy úristen, mi történt. Meg egyébként volt olyan, aki a meccs idejére teljesen előtte játszott, de egyébként utána meg végignézte a meccset, úgyhogy szerintem, amit elterveztünk, az teljesen működik. Itt ugye most egy kicsit más a helyzet, mert jéghoki mérkőzések már nincsenek, márciusban vége van itt a szezonnak, viszont most egy közönség korcsolyázás lesz. Az alapokat itt is el tudják sajátítani igazából, tehát a jégkorcsolya használatát kis pingvinekkel, hogyha egészen kisgyerekek jönnek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ide is jövünk majd egyébként, illetve KSC meccsekre is.
Úgyhogy ha ez így marad, akkor azért több rendezvényen leszünk majd láthatóak, és talán a gyerekek is kicsit jobban kedvet kapnak a hagyományos sportokhoz is, nem csak az e-sporthoz. Az Üsbe magad megmérettetés népszerű volt. A szakosztály programsorozatának következő állomása május 28-án lesz, ott a küzdősportok világába látogathatnak el a résztvevők.